Sziasztok! Ebben a videóban egy kis pénzügyi tanácsadásról lesz szó. Azt fogjuk megnézni, mennyi pénzt kereshettek a Scaf-késszel. Az elmúlt hetekben teszteltem a Scaf-készeket, minden lehetséges opciót 10-szer próbáltam ki egymás után. Fontos megjegyeznem, hogy a kapott tárgyakat szerettem volna eladni, szóval ahol lehetett, a flea market egyhetes átlagát néztem. Olyan tárgyaknál, amiket nem tudtam flea marketen eladni, pedig a traderek által fizetett összeggel számoltam. Illetve azt is megjegyezném, hogy a tesztet negatív karmával hajtottam végre, és természetesen mindenkinél más lesz az eredménye ennek a tesztnek. Kezdjük is a 2500 rubeles késszel. Összesen 25000 rubelt fektettünk be, és a képen láthatjátok, hogy kb. 214000 rubelnyi értékű itemet kaptam vissza. Teljes profitunk kb. 190000 rubel, ami olyan 27000 rubelt jelent óránként. Láthatjátok azt is, hogy ez egy biztos befektetés, ugyanis egy eset kivételével szinte mindig visszahozta legalább a befektetett pénzmennyiségét. 15000 rubeles késznél 150000 rubelt fektettünk be, és kb. 650000 rubel értékű itemet kaptunk vissza. És a teljes profitunk kb. 500000 rubel, ami óránként olyan 23000 rubelt jelent. Itt minden esetben visszakaptuk legalább a befektetett összeget. A 95000-es késznél 950000-et fektettünk be, és a 865000 rubel az összértéke az itemeknek, amit kaptunk. Ebben az esetben veszteséges lett a kísérletünk, én ezt a kész nem ajánlanám. Az Intelligence kész esetében 3.750.000 rubel volt a befektetésünk, és csak kb. 3,7 millió értékű itemet kaptunk vissza. Szóval ez a kész is veszteséges lett, viszont ha craftoljuk az Intelt, akkor nyereségesebbé tudjuk tenni ezt a befektetést. Láthatjátok, hogy több military filter, kulcs is van az itemek között, szóval én nem ásnám el ezt a kész. A Moonshine kész lesz az utolsó, ebben az esetben 2.700.000 fektettünk be, ennyibe kerülne a free marketről vennénk a Moonshine-t, amit a 100.000 körül simán lekraftolunk. Ha a free-ről vett Moonshine-okat használjuk fel, akkor olyan 2 millió körüli értékben kapunk itemeket, tehát veszteséges a befektetésünk, de abban az esetben, ha kraftolunk, könnyen meg tudjuk duplázni a pénzünket. Én azt ajánlanám, ha játszatok, nyomjátok a 2500, illetve 15.000 rubeles készeket, játékon kívül pedig a Moonshine készeket csináljátok. Ha dolgoztok, vagy nem tudtok gép előtt lenni, de van internet hozzáférésetek, akkor használjátok a Parseket, vagy TeamViewert a készek menedzseléséhez. Vigyázzatok magatokra tarkóban, sziasztok!